Szóval itt látható az ókori agóra, vagyis a piac területe. Időszámításunk előtt második században épült, körülbelül 42-től 128-ig. 1962-ben úgy döntöttek, hogy felépítik a bíróságot ide, és amikor elkezdték az ásatásokat, akkor találtak rá a leletekre. Úgyhogy 1969-re már javában folytak a rekonstrukciók, a mindenféle ásatások, úgyhogy végül a bíróság az nem ide épült, viszont cserébe gyönyörű leleteket találtak. Az Odeon, valamint a... Na. De ki szerettem volna mondani. Valaki segít nekem? Az árkád, az Odeon és az árkád itt látható mögöttem, és a mai napig vannak felolvasóestek, kisebb ilyen színjátékok, amelyek egyébként az ekkori bizánci időket idézik fel javarész. Amikor ezek az ásatások folytak, akkor itt egy úrnak, egy görög úrnak a kertjében találták meg az egyetlen teljesen éppen maradt oszlopot, amely most a franciaországi Louvre-ban tekinthető meg. Ha arra járnak, gondoljanak rám és az oszlopra, hogy azt akkor ott meg kell keresni, mert hogy az innen való. Szerettem volna a buszról mondani, csak sajnos így a dupla idegenvezetéssel nem egyszerű együtt élni. Ahogy lekanyarodtunk az Ágio Dimitrúra, ugye